Tetemes adósság terheli a társasházi és a lakásszövetkezeti otthonok több mint 4,5 millió lakóját, de arról nincs pontos, csak becsült adat, hogy több milliárdos a szövetkezetek kint lévősége. A megyeszékhelyen tavaly 100 millió forinttal tartoztak a nyíregyházi lakásszövetkezetekhez tartozó társasházak lakói, az adósok száma évente mintegy 10%-kal növekszik. A közös költségtartozás is behajtható-e, és hogy hogyan, erről is fogom kérdezni többek között Szatmári Imlét, a LakSZÖV elnökét, a Nyíregyházi Lakás Szövetkezet elnökét. Jó estét kívánok! Kezdjük az elején. Most a sajtó tele van ezzel a hírrel, hogy nagyon sok a közös költség tartozás. Igaz ez itt a megyeszékhelyen is? Ugye láttunk tavaly előtt egy tendenciát, hogy még egyfajta növekedés is volt ebben tapasztalható. Miért? Igen, hát a témával való foglalkozás teljesen indokolt. Valóban tetemes a kint lévőség, és azt kell, hogy mondjam, hogy tendenciájában, még akkor is, hogyha bizonyos részeredmények elérhetők, növekvő tendenciát mutat a hátralékosok száma elsősorban. Ez maga után vonja a hátralékok növekedését is. Tehát akkor ez nem azt jelenti, hogy nem fizetnek, vagy tartósan nem fizetnek, hanem egyfajta adósságfelhalmozás van a közös költség számláján a lakóknak. Hát többféle adós van. A legkellemetlenebb mindenkinek, hozzáteszem az adósoknak is, talán a bedőlt hitelesek köre, akik úgy 2013 óta egyre nagyobb számban jelentkeznek, és ott, ahol a kimutatásainkban 1 millió körüli, meg annál magasabb tartozásokat látunk, annak az az oka, hogy mondjuk a sok milliós vagy 10 milliós banki követelések mellett a közös költség már elhanyagolhatónak tűnik, és azt mondja, hogy ha már veszett a fejsze, veszen a nyele is, nem fizetek semmit. Van, aki ott hagyja egyszerűen a lakását üresen, hogy úgy is viszi a bank. Na most ezekkel aztán a szövetkezet sem tud mit kezdeni, sajnos a lakóközösségeknek viszont az összes lakás után fizetni kell a közös költségeket, szemétszállítási díjat, stb. És bizony az ilyen hátralékosoknál, ahol szinte behajthatatlan a követelés, hát ott ez az adott lakóközösség vesztesége. Egyébként mi a követelésnek a menete? Tehát mikor, miként szólítják föl a lakókat? Hát minden évben 3 generális felszólítási hullám van a mi gyakorlatunkban. Május 31-i, szeptember 31-i és a december 31-i állapotnak megfelelően. Korábban, amíg nem volt ilyen mértékű a hátralék felhalmozódása, hát felszólítás sima levélben, aztán ajánlott, aztán tértivevényes ügyvédi papíron, és elment egy fél év csak a papírozgatással, miközben aki nem akart fizetni, az úgy sem fizetett. Most átértünk egy olyan gyakorlatra, hogy egy ajánlott leveles felszólítás után, ha nem fizet az illető, akkor fizetési meghagyást bocsájtunk ki. Amennyiben az jogerőre emelkedik, vagy amikor jogerőre emelkedik, akkor pedig kezdeményezzük a végrehajtást. Van-e valami határösszeg, ami fölött indul el ez az egész eljárás? Hát két havi tartozás az általános, mert itt ilyen emberiességi, meg tapasztalati szempontok is közrejátszanak, hiszen egy betegség, egy esküvő, szeptemberi beiskolázás, amihez sajnos már hitelt vesznek fel nagyon sokan, eredményezhet olyat, hogy átmenetileg nem tud eleget tenni, de bepótolja. Na most éppen ezért az 1-2 hónapos tartozásokat felszólítjuk egy sima levélben, emlékeztető ül, hogy azért illik rendezni, de ezek többnyire rendezik is. Sajnos vannak hogy is mondjam, csak nem akarok csúnya kifejezést aztán, de a kitanult notórius tartozók, akik már tudják, hogy a végrehajtási rendszer annyira csapnivaló, hogy büntetlenül lehet a saját közösségüket megkárosítani, tartósan is akár, mert mire a jogi procedúrák végére érünk, addig fél év, egy év, másfél év is eltelhet. Emelkedett a közös költség mértéke, ez azért társasházanként némileg eltér, nagyjából pedig van egy átlag díj szabás. Nem jellemző, az elmúlt években egyáltalán nem jellemző a közös költségek emelkedése.
Ez köszönhető a kormányzat stabilizáló intézkedéseinek is, hiszen a távfűtés áfájának a csökkentésével, a központi szabályozás bevezetésével, végül is a legkeményebb, mint például a személyszállítási díj költségtételek, azok fixálódtak, a szövetkezet működési költségei pedig, hála Istennek, nem növekednek olyan mértékben, hogy ez számottevően befolyásolná a közös költségeket. Mi mindent tartalmaz a közös költség díja? Hát csak a leglényegesebbeket sorolnám fel. Szemétszállítási díj, a közös helyiségekben fogyasztott elektromos áram, fűtési költség, ott, ahol abból nem sok van, gázfűtéses az épület központi kazánnal, ott a közös gáz fogyasztás költségei, takarítás, ott néhány épületünkben még mindig van bent lakó házfelügyelő, annak a bére és közterhelyi. És a karbantartás, felújítás. És hát ugye ez az üzemeltetés, és ezen túl a fenntartásnak ugye van egy karbantartási, előre tervezett költséghányada, ami beépül a közös költségbe, és egy fixen meghatározott felújítási költség, amit minimális mértékben a jogszabály meghatároz, annak feltételül, hogy kedvezményes kölcsönt vehessen adott esetben igénybe a lakóépület. Ennek a maximális mértéke most 12 forint, ez nagyon semmire se elég, úgyhogy arra ösztönözzük mindenütt a lakóközösségeket, hogy például a lakástakarékpénztári megtakarítási lehetőség igénybevételével, ahol jelentős állami támogatás is jelentkezik, előtakarékoskodjanak a későbbi várható felújításokra. Picit szálljanak erre egy picit, mert hogy igény lenne azért a felújításra, vagy hogyha arra sor kerül karbantartásra, felújításra. Igen. Hát azért azt büszkén mondhatom el, hogy 2001 óta indult a Panel program néven elhíresült, és méltán elhíresült lakóépület felújítási program, amelynek keretében a többszintes lakóépületeinknek több mint kétharmada teljes felújításra került, hát hőszigetelési szempontból, homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, tetőhő és vízszigetelése, ezek az épületeink jelentős részénél megtörténtek. Azt egy nagy problémának látom, hogy 2009 óta hát komolyan vehető panelprogram típusú pályázati kiírás a kormányzat részéről nem történt. Tettek rá kísérleteket, de ezek már a meghirdetéskor szakmailag alaptalannak, kezelhetetlennek minősültek. Még egy kérdés az adóssággal, tartozásokkal kapcsolatosan. Mostanában nagyon sok lakó ingatlan gazdát cserél. Ugye nagyon pörög az ingatlan piac, és a nem fizetők között szokott olyan adós is lenni, aki eladja a lakását, aztán utána valahogy a közös költséget vagy az új tulajdonos, vagy már a régi nem fizeti, mert ugye tudja, hogy el fogja adni. Ezekkel az esetekkel, helyzetekkel mit tudnak kezdeni? Hát az alapszabályunkban mi kellő időben beépítettük, hogy amennyiben az új tulajdonos nem kér tőlünk igazolást a közös költségtartozásról, akkor egyetemlegesen felel a korábbi tartozásért az eladóval. Ha úgy vásárolja meg, hogy tud a hátralékról, akkor viszont a korábbi tulajdonos után próbálunk menni. Hát sajnos sokszor ez évekbe telik, amire egy személygépkocsi lefoglalásával, vagy netán egy új ingatlan vásárlása kapcsán sikerül hozzájutni. Hozzáteszem, mindig 5200 tag pénzéhez. Sokan azt hiszik, hogy ez az apparátus pénze, pedig hát mi csak végrehajtói vagyunk a tagság érdekeinek. Köszönjük szépen! Kérem!